Azért gyógyultam meg, hogy elmesélhessem, hogy meggyógyultam. Nekem nem mondta azt a Jézus Krisztus, hogy igen, meggyógyítalak, de cserébe ezt kérem. Nem kért semmit. Nem hallatszott ilyen, hanem valahogy a helyemre kerültem, amelyben nem tehettem mást, mint amit most teszek, a mai életemben teszek. Itt egyszerűen eltűnnek dolgok. Nagymama az csodálatosan főzött, és a nagypapa mindig nagyon meg tudta dicsérni. Azt mondta, hogy ez orvosság, főleg a húslevesek és egyebek után. És ő mondta nekem egyszer, hogy kisunokám, az étel az ima, úgy edd. És akkor, mert hogy az volt benne, hogy az úgy készül. Hát, hogy benne van minden ami fontos, ami fölfelé is érvényes, ami a lelkünknek fontos. Van egy ilyen mondás, hogy ha van papucsod, akkor este lök be az ágyad alá, hogy reggel, mikor fölkelsz, le kelljen térdelned, hogy kivedd. És ha már letérdeltél, akkor adj hálát azért, hogy felébredtél. És ha nem is teszed meg ezt, de mindig, minden reggel rá kell döbbennem arra, hogy milyen nagyszerű, hogy egy nap van előttem, amelyben feladataim vannak, amelyben majd rengeteg öröm ér. Sok minden voltam, de a jellemzőm az, hogy inkább törtető, tehát egy ilyen folyamatosan bizonyításkényszerben létező ember. Ez a házasságunkban is nagyon izgalmasan sült el, mert folyamatosan rivalizáltunk egymással a feleségemmel. Valami fajta szerepmániában voltam, tehát folyamatosan eljátszani bizonyos szerepeket, amelyek dominanciát tükröznek, erőt mutatnak, annak ellenére, hogy valójában nem voltam egy erős ember. Elismerésre vágytam. Biztosan az is lehetett az ok ebben, hogy engem nem a szüleim neveltek föl, tehát egészen kiskoromban elhagytak, és állandóan bizonyítani akartam, hogy de igen, szükség van rám, hogy én kellek a világnak, csak éppen ez a apa-gyermek, anya-gyermek kapcsolat nem jött létre, tehát nem voltak igazán jó mintáim, magam kellett, hogy legyek a saját példaképem, ami azért mégiscsak egy skizofrén állapot. Egyedül az írás volt olyan az egész életemben, amelyből valóban képes voltam tapasztalatokat átadni. Isten megengedte nekem, hogy betegségbe öltöztessem a lelkemet. Hát nem csodálatos? Nekem, aki szinte egész életemben a végtelen korlátján egyensúlyoztam, amelynek egyik oldalán olyan olcsó volt a halál. Nekem a lehető legstílusosabb ajándékot adta az Úr. Gyerünk hát, Gregus Sándor, gyerünk, kotold elő végre a teljes hitedet, hogy megtaláld az utat, amelyen a lelked hazaér. Persze tudtam, hogy nehéz lesz. Hirtelen minden esemény, történés, pillanat, amelynek sorsosa, kegyeltje vagy áldozata voltam és leszek, értelmet nyert, és arról szólt, hogy ettől a pillanattól kezdve másképp kell gondolkodnom.
mert ami most van, az az eddigi gondolkodásom eredménye. De ha ezen túl több vagy más akarok lenni, akkor változtatnom kell a gondolkodásomon. És tudomásul kellett vennem, hogy amiben mi, emberek, annyira jók vagyunk, a spekuláció nincs többé. Mindig hittem Istenben, bár nagy kereső voltam, tehát azért belekukkantottam a világ nagy vallásaiba, és próbáltam ott is pozíciókat nyerni és szerezni, meg tudásokat, de az Istennel a direkt kapcsolatom az nem volt meg. Az ő részéről igen, tehát rengetegszer hívott, és én ezt még éreztem is a hívásokat. Én mindig nagyon örültem ennek a hívásoknak, ugye akkor jönnek, mikor az embernek a nagy traumái vannak, vagy amikor nagyon szomorú, vagy valami, és akkor megköszöntem, mondtam neki, hogy köszönöm, Uram, aztán mentem arra tovább. És 63 éves koromban egyszer egy ilyen kicsit ilyen leépült, fizikai leépülés után, ami rövid szakasz volt az életemben, fogytam nagyon gyorsan sokat, fájdalmaim voltak, fizikai fájdalmaim. Kerültem egy professzorhoz, aki megvizsgált, és közölte, hogy egy nagyon súlyos, daganatos betegségem van, és ültem vele szemben, mosolyogtam, mert hogy én ugye nagyon intelligens ember vagyok, velem lehet beszélni, csak ugye az arcomon maradt ez a mosoly, kérdeztem, hogy ez gyógyítható ez a betegség, mondta, hogy hát jelenlegi tudásunk szerint nem, és akkor, de hogy akkor mégis mondjon nekem valamit, mert hát nekem azért van egy 20 éves programom még, és az csak utána gondolnám a pihenést, hogy mire számíthatok, mennyi időm van hátra szerinte, és azt mondja, hogy hát ha nem kezdünk el valamit nagyon gyorsan, vagy nem találunk ki valamit, akkor 2-3 hét. Akkor jött erre a 20 éves programba egy válasz belül, hogy hát igen, barátom, de ez a 20 éves program, ez 40 évvel korábban is megvolt neked, és el tudsz-e vele számolni? És akkor ez egy nagy döbbenet volt. Nem a haláltól kezdtem félni, nem attól, hogy meghalok, hanem attól, hogy hiába való életet éltem, hogy nem tettem meg azt, amiért megszülettem. Derékfájással indul, derék, hát, tehát ilyen, mint a gerincem fájna, stb. És ez egyre nehezebben volt kibírható. Tehát én elég jól tűröm a fájdalmat, de szenvedtem, tehát tudomásul kellett vennem, hogy ez túl nép minden határon. És nem, az volt vele a baj, hogy állandóan volt. Úgy hívják, hogy csontvelő rák, de érdekes módon, tehát nem szeretik az orvosok ezt a kifejezést, azt mondják, ez nem rák, hanem egy daganatos betegség. Úgyhogy én nekem outsiderként sem mindegy volt, hogy akkor ez most rák vagy nem rák. Nem engedett már másra figyelni, nagyon-nagyon rossz volt. És hála Istennek nem hónapokig tartott ez nálam, hanem viszonylag gyorsan jelentkezett a semmiből, és elég hamar eljutottunk az orvoshoz ebben, hogy segítsen. És hát ott álltam tehetetlenül. Nyilván másnap elkezdődött egy kemoterápiás kezelés, mert hát valamit ki kellett találni. Ha nem találunk ki valamit, mondta a professzor, de hát ő sem tudott ennél többet, ment a saját protokollja után. Viszont eldöntöttem, hogy nem, bármennyire tisztelem is ezt a professzort, én nem egy emberrel fogom megbeszélni, hogy mennyi időm van hátra. Ugye a mindig jelenlévő Isten hitem, az,
az ilyenkor segített. De azt is lehet mondani, hogy ilyenkor Szentlélek kezd el működni és helyes válaszokat adni. Ezért egyszer, még viszonylag korán az jutott eszembe, hogy de hát, hogy én egy római katolikus ember vagyok, minden vasárnap, jó nem minden vasárnap, de általában vasárnaponként misére járok, ez az akkori énem, és hát akkor menjünk el a plébánosunkhoz, hát ha, tehát Jézus azért az egy jó figura, tehát ha segít. és akkor azt mondta a plébánosunk, hogy hát ő is hallott egy-két dolgot, vannak ilyen karizmatikusok, és hogy náluk vannak olyan lelki gyakorlatok, ahol hallott gyógyulásokról. És adott egy telefonszámot, amit fölhívtam, és azt mondta a túloldalon egy ember, hogy jó van, Sanyikám, akkor holnap után beülsz az autómba, elmegyünk Füzéradványba, itt lesz egy apáca Németországból, és ő tart egy gyógyító lelki gyakorlatot, aztán majd a végén imádkodni fog feletted, azt meglátjuk, hogy mi lesz. Végig csináltam a lelki gyakorlatot, óriási élmény volt, rengeteg dolgot kaptam ez alatt, mert ez olyan, hogy amikor belép az ember és akkor mintha a nővér, nem is fizikailag közvetlenül, de így kézen fogná, és az ötödik nap, ötnapos egy ilyen, ötödik napon így megállítja Jézus előtt, és akkor ennyi neki, ez a feladata. Felkészít arra, hogy képes legyek ott megállni. És nem gyógyultam meg az ötödik napon. Olyan érdekes volt, mert azt hittem, hogy én már mindent megtettem. Urunk Jézus Krisztus! Te, aki világra jöttödkor gyengeségeink és fájdalmaink terheit is magadra vállaltad, tekints jóságosan testi és lelki betegedre. Oltalmazd őt gyógyító kegyelmeddel, légy testének és lelkének orvosa. Avatkozz be szerető akaratoddal, engedd, hogy szent nevedben parancsoljunk vele a bajnak. Add vissza a gyógyulás ajándékát, adj testi épséget és lelki derűt, hogy feladatait felismerve élje, és éltesse szent szeretetedet a világban. Nagyon fontos mindenfajta változásod az, hogy az ember képes legyen megbocsájtani önmagának, a környezetének, a szüleinek, a gyerekének, a barátainak, azoknak, akiknek ártott, és bocsánatot kérni, vagy remélni, vagy elhinni azt, hogy neki is megbocsájtanak mások. Nekem bár azt hittem, hogy sikerült, de nem sikerült teljesen megbocsájtanom a szüleim felé, a szüleimnek. De ezt még ragozni is nehéz, tehát a szüleimet. tehát ezt a csomagot ezt nem tudtam megoldani. De visszafelé már én vezettem az autót, ami levitt. Ezzel a jó érzéssel mentem föl a lépcsőn nálunk, ugye mert társaságban lakunk, és lépcsőn kell fölmenni a lakásig, és ott állt a Réka, és láttam az arcán, hogy azt hittem, hogy tehát annak körül, hogy én meggyógyultam. De ez messze sem az a ragyogás volt, ami még lehetett volna. De már ez is sokkal több volt, mint amit az utóbbi időben megtapasztalt, viszont én éreztem, hogy ez még nem érkezett meg a dolog. És mondtam neki, hogy nem gyógyultam meg, de már tudom, hogy mit kell tenni, és hogy nézzük meg, vagy tudjuk meg, hogy mikor lesz tart lelki gyakorlatot ez a nővér legközelebb Magyarországon, vagy a közelben, és menjünk el oda, de velem kell gyere, mert én nem egyedül lettem beteg, hanem melletted, mert te vagy a feleségem, és ott kell lenni, a te lelked sem egészséges. Ugye, ebben fogalmazódott meg igazán az, hogy a léleknek kell gyógyulni. Az emberek azért mennek egy ilyen lelki gyakorlat, gyógyító lelki gyakorlatra, mert ugye csodában és testi gyógyulásban reménykednek. De az a terv, ami csak rám vonatkozik, az a lelkemmel kapcsolatos.
Nem sokkal később a nővér tartott Zentán egy lelki gyakorlatot, és oda lementünk. Hétfőn kezdődött, én hétfőként jártam a kemoterápiás kezelésre, még bementem a kórházba, tehát meg végig csináltak velem délelőtt, majdnem délutánban hajló, van egy ilyen kemót, aztán beültünk az autóba, és elindultunk Zentára. Uram, akit szeretsz, bajban van. Uram, te mindent megtehetsz, add vissza hát mindenét. Ám ha másként határoztál, kérlek, adj neki kegyelmet, hogy gondjait és betegségét keresztény lelkülettel tudja elviselni. Te azt mondtad, minden lehetséges annak, aki hisz. Tehát nem az, hogy bármi megtörténhet, hanem hogy minden. Egyetlen olyan esetről sem tudok, ahol egy beteg eléd járult és te elutasítottad volna. És te ugyanaz voltál tegnap, és vagy ma, és leszel holnap és mindörökké. Én akkor már biztos voltam, hogy meggyógyulok. Annyira nem a Nem a testemről szólt már az ott létem. Annyira tudtam, hogy hol az a pici hiba, ahol ez az egész szőttes, ami rakódik általam velem és bennem, ott fölfeslett, vagy valami ugye a teljes megbocsátás. Tehát tökéletes átadás nélkül nem lehet megbocsátani valakinek. És akkor az ötödik nap mondta a nővér, hogy akkor jöjjenek ki a rákosok, voltunk öten, és tudni kell, nekem már akkor volt olyan tapasztalásom, hogy akivel előzőleg voltam, tehát ott egész komoly gyógyulásokat láttam. Tehát, hogy meggyógyulnak emberek, tehát akkor ez egy jó. És senki sem arról beszél, hogy hú de jó, hogy most már jó a lábam, hanem hogy mennyire rendbe jött a lelkem. Mindenki arról beszél, minden gyógyult, valahogy ide jut. És ott van a Huber atya, a nővér, meg a Klári nevű szinkrontolmács, képzeljétek, ebbe az állapotban három ember beszél, mondja a magáét, a szinkrontolmács szinkrontolmácsol, a Huber atya meg a nővér németül beszél, de a Huber atya egyszer csak elkezd beszélni valamilyen angyalnyelven, és egyre hangosabb, stb. És miközben ott van a fejem fölött, ott van a kezük, mint hármuknak, és akkor egyszer csak így valami így felrobban, tehát a szívemben robban fel valami, és ilyen, mint ha belülről látnám az egészet, szép az ember így belülről egyébként, és az a forróság, az a tűz, az így elindul, mint a szívből a vér, a friss vér, és így végig száguld az egész testen, itt végig lehetett követni, és annyira szép, hogy így néztem belül, és forró, és kiégeti az összes lerakódást, mocskot, akadályt, annyiféle néven lehet ezeket nevezni, eléget engem, mint egy főnix madarat végül is, és ebből újra lehet nem teremtődni, mert már egyszer meg lettem teremtve, hanem újra lehet épülni ebből az egészből, és ugye nem tudok talpon maradni, tehát egyszer csak azt vettem észre, hogy megrogyan a lábam, és ott fekszem a földön, és így ilyen nagyon sok film jelenet játszódott le bennem, tehát nagyon-nagyon sok. Nekem az én megítélésem szerint a világ valahelyett legnagyobb művésze az a Michelangelo, tehát egy univerzális lény volt, és a Pietája az egy csoda. És én azt éltem meg, hogy a Pieta az a szánalom, és és hogy azt éltem meg, hogy mint hát
föláll a Jézus, pedig az a teste ott ő halott. És hogy föl kell a Jézus és így helyel kínál. Aztán ugye legugoltak mellé, meg letérdeltek, az egész 2 perc volt, és ez az a 2 perc, ami bármeddig tartatott volna. Aztán volt ott egy ilyen dicsőítő zenekar, és énekelték, hogy jön Szentlélek, meg mit tudod, egyre hangosabban, mert minden úgy átforrósodott. Ott állt velem szemben 170 ember, mindenki bőgött, meg nevetett, én bőgtem, meg nevettem. És akkor odaadta a mikrofont nekem, a nővér is mondta, hogy hát hogy hívnak engem, és akkor nem bírtam megszólalni. Nem voltak igazán szavaim ehhez az egész történet, és ez, amit most elmeséltem, azt akkor nem tudtam volna elmondani, mert nem volt hozzá, nem volt szó. És akkor azt mondtam, hogy újjon minden sejtem. És olyan volt, mintha így lebegtem volna pár centivel a föld felett, és úgy mindenki. Mindenki nézett. Ennyi. Ennyi. Hazajöttünk Zentáról, hétfőn elmentem a kórházba kontrollvizsgálatra, és a vérképem szerint nem volt bennem semmi hiba. Emeld fel a tekinteted, nézd Jézus arcába, és mondd, teremts bennem tiszta szívet, Istenem. Én megtettem. A gyógyítómnak odaadtam magam, és ő feltámasztott a halálból. Híre terjedt ennek a gyógyulásnak, és betegek, súlyos vagy végstádiumos betegek keresnek meg. Vágytam a betegségem pillanatától, tehát a tudatosodás pillanatától vágytam arra a feladatra, amit később úgy tűnik, hogy meg is kaptam, vagy el is nyertem, hogy hírt adjak a betegségem folytán, kapcsán Jézus Krisztusról. Tehát akkor még, tehát hogy volt ez? Olyan, mint ha fölismernék valakit magam mellett, aki mindig ott volt, és rá tudok mosolyogni, és azt mondom, hogy szervusz barátom, de jó, hogy itt vagy. Tehát ez egy ilyen, és innentől kezdve azt is mondhatnám, hogy teljesen mindegy volt, hogy meghalok vagy sem. Tehát a nem mindegy, az nem itt dőlt el bennem, hanem a feladatomban. Tehát ez egy olyan jó állapot tudni valamiről, amiről addig csak hallottam vagy olvastam, hogy nem baj, nem, akkor menjünk el innen. Tehát, érted? Nehéz ezt így megfogni, hogy akkor mi van a gyerekeimmel, mi van a feleségemmel, mi van azzal a szeretettel, ami átáramlik rajtam a környezetem felé, mert ugye, mint kiderült, ez a legfontosabb, nem az a sok feladat és gond és egyéb, ami egyébként elviszi az embert, mert megnyugodtam. Tehát az belük is rendben lesz minden, és majd úgy is találkozunk. Tehát evidenciává vált az életembe minden, ami eddig csak meseszerű volt. Tehát nincs is tehát, ezt nem lehet tovább magyarázni. Annyira nyilvánvaló volt.
hogy Jézus Krisztus ma is él és köztünk lakozik. Tehát ez az egyetlen mondat, amiért én valószínűleg meggyógyultam. Nekem semmi más nem kell, úgymond hirdetnem, semmi más nem kell átadnom, csak ezt a mondatot. És az én gyógyulásom, az én itt mostani létezésem, az, hogy itt vagyok, ez csak ezt igazolja, és nem kell mást.